Akár 5 millió forintos büntetést is kaphat, akinek az udvarán parlagfüvet találnak. A hatóság kettől bírságol. Ha valaki nem fizeti be a büntetést, behatja rajta az adóhivatal. A parlagfűvel ennek ellenére egyre többen nem törődnek, pedig évről évre egyre többen allergiásak rá. Török Réka és Baranyi Kata összeállítása. Könnyezik a szemem, folyik az órom, elég sokat üsszögök, köhögök tőle. Gyógyszerekkel lehet kordában tartani. Szemcsepp, orrcsepp, inhalátor és tabletták. Ezek talán enyhíteni tudják egy kicsit a tüneteket. Dobrádi György több mint 15 éve allergiás, épp úgy, mint felesége. Holnaptól viszont elvileg sehol nem lehetne parlagfű. Ez a vadkender, nem keverendő a parlagfűvel. Így lehet látni a különbséget. Sokan összekeverik a parlagfűvet más gyomnövényekkel. Itt lehet látni a parlagfűnek a porzós virág kezdeményét. Ez már bimbós állapotban van, még nem szórja a pollent, tehát problémát még az allergiásoknak nem okoz. A bírság viszont itt már él, hiszen az eljárást már akkor is elindíthatják, ha még csak bimbós állapotban van a gyomnövény. A Dobrádi család szerint egyáltalán nem foglalkoznak annyit a problémával, amennyit kellene. Még a pénzbírság ellenére sem. Egyre több az allergiás ember, és többet kellene foglalkozni igazából azokkal a területekkel, ami nem magánember kézben van, hanem nem mondjuk ki, talán az önkormányzatok kezelésében van, amivel kicsit többet kéne foglalkozni. Az egyik gyermekük, Tomi, már 3 éves kora óta küzd a betegséggel, ráadásul ő még aszmás is. Volt-e olyan év, hogy nagyon erősen kint volt rajta, és semmi, se egyik gyógyszer sem hatott neki, már éjszakákat sírta végig. Akkor megpróbáltuk a Himalája sópárnát, az egy picit enyhítette, meg a sóoldatos inhalálás az 3-3 naponta 10 perc. Az elmúlt évben 5600 hektár területet mentesítettek a parlagfűtől. Összesen 3000 eljárás indult, és 130 millió forint bírságot szabott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Ez 27 millióval több, mint 2012-ben. Török Réka és Baranyi Kata, Hír 24.